templomokban is meggyújtották az első gyertyát november 28-án vasárnap a várakozás szimbólumán az adventi koszorún. A katolikus hagyományban az utóbbin elhelyezett gyertyák a négy vasárnapot jelentik. Hát az advent az az egyházban egy gazdag tartalmú időszak volt. A templomokban is sok programot szoktak szervezni, meg családoknál is, magánházaknál is. Most is amerre megyünk, látjuk már egyre több a fény, a kivilágított ház, a kivilágított lakás, és nem csak a templomokban állítunk koszorúkat, hanem nagyon sok család is elkészíti az adventi koszorú gyertyát gyújtanak. Lehet, hogy most a pandémia miatt különösképpen is, hát kevesebben jönnek a rarátékra, de azért az otthonokban úgy akarva, akaratlanul is át kell érezni azt, hogy itt most ünnep közeledik, és hát van akinek fárasztó is, de mégis azért nagy izgalommal és várakozással készülődünk. A gyertyák mellé fogalmakat is rendeltek, így a három lila is más-más üzenetet hordoz. Az elsőhöz a hit kapcsolható, a másodikhoz a remény, a negyedikhez pedig a szeretet. A harmadik gyertya az öröm szimbóluma. Ezek a liturgikus színek a katolikus egyház szertartásain is megjelennek a miseruhákon és a díszítésben. Az egész környezetet áthatja valamilyen várakozás, valamilyen készülődés, izgalom. És a templomainkban is jellemző ez, hogy ilyenkor azért az emberek eljönnek, ha nem is tudnak mindig eljönni, egy-egy alkalomra el tudnak jönni. És szépek itt a korai misék is, a roráték, amikor megtartjuk, és azért abban a korai időben fölkelni, hidegben eljönni, meg amikor hazafelé megyünk, akkor kezd világosodni. Azért ennek megvan a maga szépsége és hangulata. Azt hiszem, hogy sokan részesülnek benne a városban is.